Testületi ülés Terézvárosban. Folytatódott a palotaper. Ünnepi szentmisével emlékeztek a nevét viselő templomban Avilai Szent Teréz születésének 500. évfordulójára. Ingyenes szűrővizsgálatok lesznek április 7-én. Önkormányzatiak a focipályán. Pályázat civil szervezetek részére. Amerika nap a 110 éves Kölcsey gimnáziumban. Öko nap a Bajzában. Bemutató óra a két tannyelvű iskolában. Átálltunk a nyári időszámításra. Színházi világnap. március 30-án Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Bajer Luna vagyok, köszöntöm Önöket. Március 26-án csütörtökön ülést tartott Terézváros önkormányzatának képviselőtestülete. A szokásokhoz híven először a polgármester és az alpolgármesterek beszámolóját hallgatták meg az előző tanácskozás óta eltelt időszak eseményeiről, majd számos napirendi pontot vitattak meg. Többek között az önkormányzat 2015-re vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadását, a családbarát munkahelyek kialakítására és fejlesztésére a testület által benyújtandó pályázatot, az ajándékozási szerződés megkötését a Bajzások jövője alapítvánnyal. A testületi ülésen a többi között módosították a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendeletet is. Ezt követően interpellációk, képviselői kérdések és közlemények hangzottak el. Az egykori ellenzéki képviselő a palota jelenlegi tulajdonosának vezérigazgatója és Hassai Zsófia polgármester ismételt tanúkénti meghallgatásával folytatódott az Andrássy úti paloták áron alul történő, és ezzel Terézvárosnak több mint 500 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó eladásának 2011-ben megindult büntetőeljárása. Az ügyészség szerint az Andrássy út 3, illetve az Andrássy út 47, 2004-es eladása kapcsán a kerület előző szocialista és szabaddemokrata vezetésével szemben hűtlen kezelés a vád. A 47-es épületnél 127 millió, a 3-as szám alatt lévő Saxliner palotánál viszont már 570 millió forint az okozott vagyoni hátrány. A március 24-i tárgyaláson Hassai Zsófia polgármester tanúvallomásában az önkormányzat a perben már kifejtett álláspontját ismertette. A bíróság meghallgatta a felvásárlási láncolat következő szereplőjét, Szigeti Zsoltot, a CD Hungary Kft. Vezérigazgatóját. Ez volt az a cég, amely 2007-ben megvásárolta az A3 Express Kft. Palotástól, miután annak bicskája beletört a 328 millió forintért vásárolt Saxliner palota bérlőinek kiköltöztetésébe. A tanú elismerte, hogy eddig 1,8 milliárdot költött a palotára, amely a nemzeti örökség része, s még nem tartanak a folyamat végén. A végösszeg lehet 2,5 milliárd forint is. A 2010-ben birtokba lépő fideszes városvezetés, amely az egyik bérlő, a Postamúzeum oldalán perbe szállt a palota visszaszerzéséért, s elérte, hogy a bíróság az adásvétel semmiségét kimondja. Ám annak jogkövetkezményét, az eredeti állapot helyreállítását már nem mondta ki a kúria. A tárgyalás 2015. május 5-én további tanúk meghallgatásával folytatódik. március 28-án született Avilai Szent Teréz. A spanyol szerzetes nővér, a sarutlan karmelita rend alapítója, misztikus gondolkodó és egyháztanító volt. Példamutató életére és munkásságára emlékezve március 28-án, virágvasárnap előtti szombat délelőtt ünnepi szentmisét celebrált a szenttől elnevezett Terézvárosi templomban Erdő Péter bíboros, a templom egykori és jelenlegi lelkipásztoraival és a belvárosi szerzetes közösségek tagjaival. Közreműködött a Kapella Tereziána. Az altemplomban kiállítás nyílt a Szent Terézről meghirdetett gyermekrajz pályázat alkotásaiból.
Délután a Belső Várkastély címmel misztériumjátékot mutattak be Avilai Nagyszent Teréz azonos című könyve alapján a róla elnevezett 6. kerületi plébánia templomban. A nemesi születésű Teréz harcos természet volt. Soha nem fognak meggyőzni valamiről, ha az a lelkiismeretemmel ellenkezik, még ha az egész világ vonul is fel ellenem, jelentette ki. Vérmérséklete és diplomáciai érzéke mindig átsegítette a nehézségekem. Kolostorai építését maga irányította, számos nővérnek saját kezűleg varta a szerzetesi habitust. Mindig derűs volt. Egyik mondása így hangzik. Jobban félnék egy savanyú apácától, mint egy sereg gonosz lélektől. Önéletrajza a lelki történésekbe is bepillantást enged. A Tökéletesség útja című műve a szerzetes nővéreket vezeti be az aszkétika világába. Legjelentősebb munkájában a Belső Várkastélyban a lélek Szent Háromsághoz vezető útját írja le, mint egy összefoglalva saját misztikus élményeit. Terézt 1614-ben 5. Pál pápa boldoggá avatta. 8 évvel később, 1622-ben 15. Gergely pápa pedig az egyházi szentjeinek sorába emelte. 500 évvel ezelőtt született templomunk védőszentje, Avilai Szent Teréz, akit az egyház méltán nevez nagynak, és joggal iktatott az egyház tanítók sorában. Máig érezzük lelkiségének hatását. Művei, még napjainkban is, a legnagyobb hatású lelki olvasmányok között foglalnak helyet. Fiatalon ébredt lelkében a szerzetesi hivatás. Előbb az ágostonos apácákhoz akart csatlakozni, végül 20 éves korában az Avilai Kármelita Kolostor szerzetese lett. Nagy lelkesedéssel végezte a vezeklés gyakorlatait, és olvasta a lelki élet mestereinek műveit. Egy súlyos betegsége során 4 napon keresztül kómában volt. A krízisből hosszú bénulás maradt vissza, úgyhogy mintegy 3 évig még járni sem tudott. Közben azonban elmélyült a lelki élete. Betegsége az imádság és a szeretet iskolája lett. Ekkortájt élte át nagy misztikus élményeit. 1580-ban elérte, hogy a pápa a szigorúbb eszmények szerint élő sarutlan kármelita nővérek számára új tartományt hagyott jóvá. Ezután Nagyszent Teréz további kolostorokat avapított, egészen 1582-ben bekövetkezett haláláig. A keresztény tökéletességre való törekvés az aszkétika és a misztika szakértői mindmáig alapvető forrásnak tekintik Avilai Szent Teréz lelki tapasztalatait, amelyek műveiben, versben és prózában ragyogó kifejezést nyertek. Thank you.
Szent Teréz születésnapja egy egészen különleges, hiszen azért 500 évről van szó, amire visszaemlékezünk az ő életével kapcsolatban. És hát nyilván ilyenkor mindenki azt kérdezi, és az a furcsa, hogy hát 500 év után még emlékeznek valakire. Sokszor olvassuk egy sírfeliraton, hogy emlékedet megőrizzük, és aztán olyan elszáradt virágokat látunk azon a síron, vagy éppen a sír már olyan, amelyiken látszik, hogy nem gondoskodtak róla. Szent Teréznek az emléke más, hiszen ahogyan a mostani ünnepi szentmisében Erdő Péter bíboros úr is említette, hogy Szent Teréz azért fontos az egyház életében, mert olyan tanítása volt, olyan alapokat adott a szerzetesi élet közösségeinek, az imádság megtanulása, mert nem csupán én szólok az Istenhez és egy ismert szöveget elmondok, hanem az annál sokkal elmélyültebb kapcsolat, amelyben a csendben, a szívem mélyéről várom az Istennek a válaszát, ezt is Szent Teréztől tanultuk meg. Tehát egy olyan évszázadokra való hatása van az ő tanításának és életének, amely egészen biztos, hogy mind a mai napig ott él az embereknek, a közösségeknek, a szerzeteseknek az életében. Ugyanakkor pedig azért is nagyon fontos az ő személyisége, mert mindezt tette nagyon életszerűen, vidáman, szinte a korát meghaladó, szigorú, spanyol életviteltől valami egészen mást képviselt, hogy az életet szabadon kell élni, az Istent szabadon kell szeretni, és ebben a szabadságban kell felfedezni azt, hogy mit is jelent a boldogság. A délelőtti megemlékező szentmisén részt vett Hassai Zsófia polgármester, Simonfi Márta és Pap László alpolgármesterek, valamint Hegyi András szociális és egyházügyi tanácsnok is. Délután immár 16. alkalommal a nagybőjt idején Keresztút az életért mottóval emlékeztek meg Krisztus szenvedés történetéről. Az oktogontól a Hősök teréig vonuló imádkozó menetet Erdős Péter bíboros vezette. A budapesti Terézvárosi Avillai Nagyszent Teréz plébánia templom egész éves jubileumi programmal emlékezik névadó szentjére. Ennek kapcsán Önkormányzati Percek című műsorunk vendége Horváth Zoltán, az Avillai Szent Teréz templom plébánosa lesz. Ingyenes egészségnapot tartanak április 7-én az Önkormányzat 5-ös utca 3 szám alatti épületének földszintjén. Délelőtt 9 és délután 16 óra között várják a kerület polgárait. A szűrővizsgálatokon való részvételhez ajánlatos előzetesen bejelentkezni. Ezt április 3-áig tehetik meg munkanapokon, 8-tól 20 óráig a következő, a képernyőn is látható telefonszámon. 0636 30 752 74 17. Az egészségnapon lehetőség lesz a szív- és érrendszer rizikószűrésére, valamint a dohányzás káros hatásainak szűrésére, azaz egy csatornás EKG vizsgálatra, a szív stressz állapotának mérésére, testtömegindex meghatározásra, vércukorgyors tesztre, vérnyomás mérésre és a vér oxigén telítettségének mérésére. A szűrésekhez orvosi és szakdolgozói tanácsadás kapcsolódik, a vizsgálatok eredményéről a résztvevők írásos eredménylapot kapnak. Ötödik éve rendezték meg a budapesti kerületek foci tornáját, amelyre a Terézvárosi Önkormányzat is minden évben felállít egy csapatot az önkormányzatban dolgozó tisztségviselőkből. Az eseménynek az idén is a Fáy utcai Vasas Sportközpont adott otthont. A mozgás különösen jól esett a résztvevőknek a kissé hűvöskés tavaszi időben. Bízható jelek minden esetben vannak, még ha az eredményeken nem is mindig látszik, de
egyre összetartom, egyre összeszakottabb a brigád, úgyhogy már így remélem, hogy jó esélyekkel indulunk a pontokért, és a egy-két győzelem érjük a abban reménykedünk, hogy végre tovább jutunk a csoportunkból, de sajnos megint az történt az elmúlt években, hogy az első mérkőzésen kikaptunk. Igaz, hogy nagyon szoros meccsen, épp csak egy góllal, de megint kikaptunk. Gyula ellen vezettünk 1-0-ra, jó játszott a csapat, közben majdnem elütnek, tehát jó játszott a csapat, de majd a csapat esze elmondja, hogy miért is voltunk jók. Ennek ellenére a végeredmény az, hogy 2-1-re vesztettünk. Van még 4 meccsünk, próbálunk fordítani. Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére hirdett tematikus pályázatot Terézváros önkormányzata. Ezt a testület az idei első félévi keretéből biztosítja a 2015. április 1-e és augusztus 31-e között megvalósuló programokhoz. A pályázati alap éves összege 8 millió forint. A támogatások odaítéléséről a képviselőtestület évente 2 alkalommal nyílt pályázati eljárást követően dönt. Az első fél évben felhasználható keretösszeg 4 millió forint. Támogatás elsősorban a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, a lokálpatriotizmus erősítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvényekre. Ezen kívül városszépítészeti akciókra, szociális, karitatív tevékenységekre, az idősek támogatásáról való programokra, a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektekre és egyéb esélyegyenlőségi programokra, valamint kulturális, közművelődési, művészeti tevékenységekre, bemutatók, kiállítások, előadó és alkotó művészeti produkciók létrehozására, valamint a civil szféra működését bemutató, a civil szervezetek közhasznú működését is bemutató kiadványok támogatására igényelhető. A pályázatról bővebb információ a www.terézváros.hu-n szerepel. Beadási határidő 2015. április 30-a. Sokrétű, színes, de mindenekelőtt hasznos ismereteket adott a 6. kerületi Kölcsey Ferenc gimnáziumban a március 27-i Amerika nap. Ennek megrendezését az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös pályázatán nyerte el a 110 éves Kölcsey gimnázium, amelyet 7 nyelven beszélő iskolaként ismernek, és amelyet az ország 100 legjobb oktatási intézménye között tartanak számon. A nagykövetség és a minisztérium munkatársai a gazdag programok során betekintést nyerhettek a patinás intézmény oktatási metódusába és a diákok felkészültségébe. A francia 2 tannyelvű gimnáziumban majdnem minden diák angolul is tanul. A 28 angol csoport más és más témákban feldíszített osztálytermében várta a vendégeket, akik a legötletesebb termeket látogatták végig. Azt például, amelyben az amerikai írutazás történetét mutatták be a diákok. Mások a világörökség részét képező nevezetességek között tartottak képzeletbeli sétát. Kreatív kis előadással készültek azok az angolosok, akik az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díjával az 1929 óta létező Oscar-díj átadási ceremóniáját jelenítették meg. Mi volt a legfőbb feltétel ezen a pályázaton?
Az iskolánk a pályázatban azt kellett bizonyítania, hogy meg tudja mozgatni a tanulói ifjúságot, olyan programokat tud szervezni, ami kreatívan egyrészt a diákok fejlődését szolgálja, másrészt olyan új ismeretekre tehetnek szert a projektmunka kapcsán, amit más módon nem tudnának elérni, hogy olyan újszerű feladatokat kapnak, ami a tanítási gyakorlatban egyébként nincs benne, tehát csak ilyen külön rendezvények által képesek megmutatni magukat ezeken a területeken is. A szakember szerint mi volt a legfőbb haszna ennek az amerikai napnak? Én azt gondolom, hogy a legfőbb haszna az, ahogy a gyerekek az általuk választott témán dolgoztak. Tehát megtapasztalták azt, hogy mit jelent együtt egy teamben dolgozni, amikor mindenkinek feladata van, az, hogy érdekes dolgokat kutathattak, és utána kreatív módon, a saját ötleteik alapján egy olyan interaktív kiállítást hoztak létre, valamennyi osztály, amiben az adott témát úgy gondolták, hogy legjobban képesek megjeleníteni. Tehát nem csak poszterek voltak, hanem vetítés volt, jelenet volt, zene volt, tánc volt, mindenféle olyan bemutató, ami azt hiszem, hogy külön örömet jelentett már csak kitalálni, és nem csak utána megvalósítani. A diákok az előadások során tájékozódhattak az amerikai ösztöndíjakról és továbbtanulási lehetőségekről, míg Timothy Shriver, politikai attasé, az önkéntes munka szerepéről mesélt. Arról, hogy az új világban régóta mindennapossá vált a segítő törődés, amelyet már a családokban, később pedig az iskolai közösségekben sajátíthatnak el a gyerekek. It's been really wonderful. It's been a great experience to be. Nagy megtiszteltetés volt a számomra, hogy megoszthattam ezt a napot a gyerekekkel, akik igen keményen készültek erre a napra, és reméli, hogy nem ez volt az utolsó alkalom, hogy itt lehetett. I could see all the work that the children put into the rooms that they designed. Az a kemény munka, ami nyomon követhető volt az osztálytermekben, ahogy a gyerekek készültek a kiállítással. Egyrésztről neki egy nagy élmény volt, másrésztről pedig a beszélgetés, ami az ő prezentációját követte, egy másik fontos eleme volt ennek a napnak, hiszen ő maga is közvetlen kapcsolatba léphetett a gyerekekkel, és megtapasztalhatta, hogy mi van a fejükben. Mitől az ország egyik legjobb iskolája, a 110 éves Kölcsei? Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mi iskolánk akkreditált tehetségpont. Három tehetségterületünk van. Az egyik, és most nem rangsorban mondom, az élsportolói osztályunk. Ebbe az osztályba olyan diákok járnak, akik különösen tehetségesek a sportban. A legutóbbi olimpián, Londonban 7 kölcse is képviselte az országot. A másik tehetségterületünk a drámajátszáshoz kapcsolódik, francia nyelvű és magyar nyelvű színjátszó csoportunk is van, és egészen különleges a playback színjátszó csoport, ami a korosztályában egyedülálló. Utoljára hagytam, de nem utolsó sorban, a nyelvi tehetségterületet. Az iskolánkban 7 nyelvet tanítanak, azt is szoktuk mondani, hogy 7 nyelven beszélünk, és ebből az egyik legkiemelkedőbb az angol nyelvoktatás. Ennek a nyelvoktatásnak volt egy kiemelt, reprezentatív pontja a mai nap, ez az amerikai nap volt. Mi újdonságot hallottál ezen az előadáson? Nagyon sok kérdést tettem fel, például azt, hogy hány országba volt már, vagy hogy hány országba mehetnék én el, hogyha így önkénteskednék, és megtudtam, hogy nagyon sok országba lehet elutazni, főként olyanba, amilyenbe szeretnék, szóval én választhatok. Hová szeretnél? Hát igazából így Dél-Amerikába szeretnék nagyon menni, vagy Ázsiába, így Tájföld körül, meg ilyenek. Igazából tényleg nagyon sok új dolgot tudtam meg erről a dologról, és így megtetszett az egész, szóval lehet, hogy felkeresek ilyen budapesti önkéntes szervezetet, ahol tudnék valamit csinálni. Számomra az volt ennek az előadásnak a legfőbb üzenete, hogy Amerikában olyan lehetőségei vannak az önkéntes szervezetekkel kapcsolatban lépő embereknek, hogy például ez az úriember, akivel beszélgettünk, Marokkóba utazott,
és ott élt azt hiszem 2 év, 3 hónapig, ami szerintem fantasztikus lehetett, mármint ugye én is nagyon szívesen utaznék így külföldre, ilyen keretek között, hogy ő is gyerekekkel foglalkozott, meg hát ugye mindenfélét csinált. Nagyon tetszett az előadás. Az Amerikai Nap gazdag programsorozata a Kölcsey Gimnáziumban mi sem természetesebb amerikai futball bemutatóval zárult. Mozgalmas hetet zárt az idei tanévben ökoiskola címet elnyert Bajza utcai általános iskola. Kedd délután tartották az utolsó iskola kóstolgató foglalkozást, amelynek izgalmas kalandtúráján nagyon sok leendő elsős gyerek vett részt. A vízvilágnapja alkalmából egész héten vizes akadályversenyeken vehettek részt a kerületi tanulók az uszodában. Péntek délután a napköziben a szokásos havi projekt délután keretében a könyvvel kapcsolatos tudnivalókat ismertették a szakemberek. A meghívott vendégek között volt költő, illusztrátor, könyvtáros és könyvkiadó tulajdonos. A hét zárásaként szombaton ökonapot tartottak. Ezen a környezeti nevelés tanórán kívüli formáit alkalmazva sokféle feladaton keresztül mutatták be a környezetvédelem fontosságát. E program megvalósításában segítségükre volt a Bajzások Jövője Alapítvány és Matokanovics Lídia, a 6. kerületi önkormányzat környezetvédelmi és civil kapcsolatok tanácsnoka. Bajza utcai általános iskolában ökonapot tartanak. Idéntől lett ökoiskola. Mit is jelent ez? Több éves előkészület eredménye volt ez, hogy ökoiskolává válhattunk. A kollégák már évek óta ökoszemlélettel tanítanak, vigyáznak a környezetre, felhívjuk a környezettudatosságra a gyerekek figyelmét. Szelektív hulladékgyűjtésben már igen aktívan részt veszünk. És most volt alkalmunk arra, júniustól, hogy egy ökocsoport alakuljon, akivel pályáztunk az ökoiskola címre, és az idén meg is kaptuk ezt a címet. Milyen programok vannak ma? Ma az ökonapon tulajdonképpen vannak állandó programjaink, gyerekek készítettek prezentációt, mert madárbarát iskola is vagyunk, tehát madárbarát iskola prezentáció van, akkor a Büki Nemzeti Park igazgatója tart előadást a Nemzeti Parkról, és a többi feladatoknál pedig, ja, és a legfontosabb ugye a fűfejkészítés, hogy minden gyerek lássa, hogy hogyan nő a fű. Tehát hazavisz egy saját kis szemmel ellátó fűfejet, és nézi, hogy hogyan nő a fű. És a többi teremben pedig minden teremben az iskolában ilyen ökoval kapcsolatos, ökológiai védelemmel, hulladékgazdálkodással, növényfelismeréssel kapcsolatos feladatok vannak. Az első osztályosok pedig egy hatalmas eseményen vesznek részt, mert őket ökolovagokká ütik. Tehát fogadalmat tesznek, és megkeresik a fő elemeket, amivel ők meg tudják védeni a földet. Tehát az egész iskolában egy ökokecsinget Kecsing program keretében megtalálják az életet adó vizet, a földet, megtalálják az aranytojást, és lovagi fogadalmat is tesznek, hogy meg fogják védeni a földet. Mások kincseit, mások kincseit nem bántjuk, nem bántjuk, titkunkat mindaddig megtartjuk, titkunkat mindaddig megtartjuk, amíg a lovagi próbatétel tart. Amely a lovagi próbatétel tart. A Bajzai utcai általános iskolában minden hónapban szoktunk projektnapot rendezni a gyerekeknek. Ilyenkor egy-egy témát választunk ki, amit a kollégák körüljárnak, és több-több oldalról megvilágosítva különféle foglalkozásokat szerveznek minden tanteremben. A tegnapi napon viszont egy érdekes programmal egészítettük ki, most nem a tanítónéniket kértük meg, hogy szervezzenek foglalkozást a saját tanítványaiknak, hanem a könyvvel kapcsolatosan, hiszen a projektnapnak a címe az volt, hogy könyv, és a könyvvel kapcsolatosan
élő szerzőket, költőket, könyvillusztrátorokat és olyan művészeket, alkotó kortárs művészeket hívtunk, akik ugye saját életpéldájukon keresztül tudták bemutatni, hogy mit is jelent a könyv, miért fontos olvasni, hogyan készül el egy könyv, hiszen a gyerekeink valószínűleg sokat olvasnak, könyvesboltban járnak, tudják, hogy hogyan lehet könyvet kapni, de hogy valójában egy könyv hogyan készül el az író fejétől kipattant gondolatig, hogyan készül el az, hogy a könyvesboltban valóban papírformában kapható lesz, ezt nem sokan tudták. Erről meséltek nekünk a tegnapi előadóink. Március 22-én volt a Vízvilágnapja. A Bajza utcai általános iskola hogy készült el, illetve milyen programok voltak? Hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy iskolánkban működik a kerületi tanuszoda. Minden alsós gyermek úszik egész évben óra rendszerint. A Vízvilágnapja megünneplésére azt találtuk ki, hogy minden úszodánkba érkező gyermeknek váltóversenyt, illetve játékos feladatokat, az óvodásokat is beleértve szervezünk. Mindenki oklevelet kapott, az első három helyezett mindenképpen. Nagyon örültek a gyerekek, hogy van lehetőségük úszáson kívül sokat játszani is a medencében. Nagyon ügyesen versenyeztek, sportszerűek voltak, úgyhogy nagyon meg vagyok elégedve velük. Egy nagyon mozgalmas heten van túl a Bajza utcai általános iskola diákserege és tanári testülete. A keddi napon fogadtuk a leendő elsősöket az utolsó iskola kóstolgatón. Ez mindig egy nagyszabású akadályversennyel és menetleveles programmal ér véget. Nagyon-nagyon sok érdeklődő szülő van. Fejtörést fogok hozni, hogy kik kerülnek be a Bajzába a következő évre. A Vízvilágnapja alkalmából is ugye ezen a héten zajlottak a versenyek. Az úszodában pinteken projektnapot tartottak a napközisek a könyv projekttel. Ez is egy nagyon izgalmas délután 2-től indult. Sok-sok könyvvel dolgozó, könyvhöz kapcsolódó felnőtt költő, illusztrátor, egyebek tartottak nekünk előadásokat, és hát itt vagyunk a mai napon, a szombati napon, ami pedig az Ökoiskola címünknek az első nagy rendezvénye, ez az Ökonap. Gyerekek nagyon felkészültek, izgatottan várták ezt a napot, azért is, mert egyúttal ledolgozzuk a április 10-ét, és így a Bajzában a tavaszi szünet 3 nappal hosszabb lesz. Ez is egy nagyon jó dolog, hiszen ebben a fél évben egészen májusig nagyon kevés idő van a gyerekeknek feltöltődni, és reméljük, hogy ezzel egy picit segítünk nekik, hogy újult erővel, amikor visszajönnek a szünetről, induljanak a versenyeken, induljanak a következő programokon, és évvégéig megállás nélkül csináljuk azokat a feladatokat, amik még ránk várnak. Mit jelent számodra a természet? Hát az életet tulajdonképpen. Az erdőt is nagyon szeretem, mert ott csönd van, állatokat látok. Kirándulni, hegyekbe szoktunk általában menni. A vizet azért szeretem jobban, mert ott jobban érzem magam, mint a szárazföldön. Az iskola választás ma már korán sem olyan egyszerű, mint 20-30 évvel ezelőtt, hiszen a reformoktatási módszerek szerint tanító iskoláktól az egyházi intézményekig igen széles a skála. A két tannyelvű általános iskolában a beiratkozások időszakában gyakran tartanak nyílt órákat, megkönnyítvén ezzel a leendő elsősök és szüleik dolgát. A ma esti Terézvárosi magazin vendége a téma kapcsán Martikán Beatrix, a Terézvárosi két tannyelvű általános iskola igazgatója lesz. Manapság egyre fontosabb, hogy gyermekeinket ne felesleges lexikális tudással terheljük, hanem megtanítsuk tanulni,
önálló személyiséggé fejlődni, aki képes lesz alkalmazkodni az akkori követelményekhez. A technika, az informatika robbanásszerű fejlődése miatt egyre nehezebb kiszámítani, milyen ismeretanyagra lesz szükség. Ezért fontos, hogy az óvodában és az iskolában szerzett tudása stabil alapot jelentsen, amire később építhet. A nyelv, a zene vagy matematika tagozatos, a modern nevelési elveket valló alapítványi iskolák, a két tannyelvű intézmények vagy az ökosulik közül azonban nem egyszerű feladat kiválasztani a gyermekünknek legmegfelelőbbet. A Terézvárosi két tannyelvű általános iskolában bemutató órák vannak ma és holnap. Délelőtt 3-3 órában várjuk a szülőket, az angolos, illetve a németes osztályokban is meg lehet nézni a gyerekeket, illetve a tanítónéniket és a leendő angol és német tanárokat. A családias, környezetbarát légkörben történő oktatás mindenképpen megkönnyíti a gyermekek tanuláshoz való pozitív hozzáállásának kialakulását, és erre a két tannyelvű általános iskolában igen nagy hangsúlyt fektetnek. Március 29-én vasárnap átértünk a nyári időszámításra. Éjjel 2 órakor 1 órával kellett előbbre állítani óráinkat. Évente ezzel 6 milliárd forintnyi villamos energiafogyasztást lehet megspórolni, közölte a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer irányító, a MAVIR ZRT. Az Európai Unióban egységesen alkalmazott módszer azon alapul, hogy az órák átállításával reggel 7 és este 10 óra között kevesebbet kell használni a világítást. A MAVIR szakemberei évtizedek óta gyűjtik és elemzik a mindenkori fogyasztási adatokat. A megtakarítás mértéke az óra átállítás megelőző és követő napok fogyasztási görbéi alapján becsülhető. Ezekből az adatokból megállapítható, hogy a módszerrel egy napi átlagos villamos energiafogyasztást közel 40 ezer háztartás éves felhasználását lehet megspórolni. ...1962 óta március 27-e minden esztendőben színházi világnap. Annak emlékére, hogy 1957-ben ezen a napon volt Párizsban az ott székelő Nemzetek Színházának évadnyitója. A Terézvárosban működő színházak a többi teátrumhoz hasonlatosan az esti előadások előtt felolvasták az ilyenkor szokásos üzenetet, amelyet minden évben a színházi szakma egyik kiválósága ír társulatoknak, kultúrpolitikusoknak és nem utolsó sorban a publikumnak. Az idén immár az 53. alkalommal Krisztóf Várlikowski, a kortárs lengyel színház egyik legnagyobb rendezője, a varsói Novi Teatr művészeti igazgatója többek között ezt írta. Nem vagyunk már képesek tornyokat építeni. A falak pedig, amelyeket megrögzött makacsággal húzunk fel, már nem védenek meg semmitől, éppen ellenkezőleg. Maguk is védelemre és gondoskodásra szorulnak. És mindez életenergiánk nagy részét felemészti. Már nincs erőnk, hogy észrevegyük, mi van a kapuk, a falak mögött. És éppen ezért kell a színháznak léteznie. Éppen ebből kellene meríteni az erejét, hogy belessen oda, ahova nem szabadna. Ahol emberi közösség van, ott megjelenik az előadás elfogyhatatlan szelleme. Az előadás közösségből születik, és különböző hagyományok maszkjait és jelmezeit ölti magára. Az előadás felhasználja a nyelvet, a ritmust, a gesztusokat, és megtisztítja az utat közöttünk. Színházi világnap van. A napkör kérdése mi más is lehetne, mint az, hogy mit jelent számodra a színház? Hát a színház az életemet, annak ellenére, hogy 20 éve nem vagyok regisztrálva színházban, mert magam mentem önként nyugdíjba, hogy miért az egy regény, de nem akarok itten. Szóval az értékrendekkel nem vagyok kibékülve, és valahol megőrzöm a magam örömét, egy a lényeg.
fellépni, közönség előtt lenni, ez az életünk, és ez jelenti nekem a színházi világnak a közönséget, a közönség igazi értéktudását. Megbecsül, szeret bennünket, nincs panaszom, boldog vagyok, mint színésznő. Azért érdemes színházba járni, mert a színház, illetve ha valaki olyan alkatú színész, akkor mint a Jászai Mari megpróbálja a legszebb énjét, a legszebb gondolatokat, érzelmeket fölhozni magában. És ebben az utazásban, ha a néző vele megy, akkor ő is átélheti ezt a megtisztulást, ezt a felemelkedést. Ha már a színházi világnapról van szó, akkor a színház kapcsán eszembe jut azért az is, hogy ma 2015-ben nem minden ugyanúgy működik, mint annak idején, mondjuk gyerekkoromban. Azt gondolom, a színháznak a tekintélyéből egy picit vissza kéne szerezni, mert nem ugyanazt jelenti, ami volt. Tehát én azért emlékszem rá, hogy annak idején a általános iskolában, a gyerekkoromban a kártyanaptárokat, amikor cserélgettük, akkor az tele volt magyar színészek képével, és mindenki tudta, hogy ki a Vencelver, aki a Kovács István, ki a Nagy Gábor, mindenki tudott mindenkit. Ma kit cserélgetnének, ha egyáltalán lenne kártyanaptárok? Milyen színészeket? Vagy egyáltalán cserélgetnének-e színészeket? Érdekelné az embereket? Szóval azért kicsit kemény ez a helyzet. Ebből kell egy picit valahogy visszamenteni, mert azt gondolom, a színház nélkül nem létezik élet. Szerintem az, aki színésznek megy, és ezt a pályát csinálhatja, mondjuk majdnem 30 éven keresztül, mint én, és remélem, hogy még nagyon sokáig csinálhatom, annak az élete, most nagyon szépet fogok mondani, de egy játék. Egy csodálatos játék. Miközben emögött a játék mögött rengeteg munka, rengeteg koncentráció, rengeteg keserűség, rengeteg öröm, nagyon sok minden van. De amikor egy-egy siker elér, és amikor igazán nagy sikered van, és érzed, hogy odalent szeretnek, szerintem annál több nem kell egy ember életében. Én azt gondolom, hogy nem csak a József Attila színházba érdemes járni, mindegyik színházba. Én javaslom, hogy menjenek, minél több előadást nézzenek, hisz egy olyan világba csöppennek be, amire a mostani picit elidegenedett világunkban nagyon nagy szükség van arra, hogy megfogjuk egymás kezét, együtt gondolkodjunk, együtt lélegezzünk, és bizonyos helyzetben én azt gondolom, párbeszéddel nagyon sok problémát meg tudunk oldani. Azt hiszem, hogy nem túlzok, hogy az életemet, a vidámságomat, a boldogságomat, az, hogy olyan tudok lenni otthon a családommal, az, hogy olyan tudok lenni a barátaimmal, az, hogy úgy élem az életemet, ahogy most élem, azt csak a színpadnak köszönhetem. Annak a varázslatos csodának, ami ott megszületik, ahogy az a rezgés, ahogy a közönséggel felvesszük a kapcsolatot, ahogy nevettetjük őket, vagy éppen rikatjuk őket, nekem a mindenem a színház, az életem, és a legnagyobb boldogság, hogy színésznő lehetek. Én azt gondolom, hogy a színház lényege az egy átalakulás, hogy a nézőbe jön valahogy, és más gondolatokkal, lehetőleg jobb gondolatokkal térje haza. Kicsit megváltozon az élete, és hogyha mi ezt elérjük, akkor mi jó munkát végeztünk. Csak azt tudom mondani, hogy mindenki két dolgot ne felejtsen el. Hogy szépen kell szeretetben élni, és van egy vers, amiből csak két sort mondok el, mi a legnagyobb művészet, tudod-e? Szépen megöregedni. Ez a fontos. Békésen tudni, hogy most már nem tudom azt csinálni, amit régen. Én nyüzsögtem, én tettem mindent. Most már elfogadom, hogy kiszolgáljanak. A színház közösségformáló hely, ahol alkalomban találkozni, együtt lenni, lazítani, szórakozni és gondolkodni. A színház olyan játék, amely a befogadót gondolkodásra ösztönzi, hisz a mai késztermék világban sokan elfelejtik, hogy ez a jó. Kedves nézőink, Önök Terézváros elmúlt heti legfőbb eseményeinek összefoglalóját látták. Ne felejtsék el, hogy írhatnak nekünk, vagy telefonálhatnak is a képernyőn látható elérhetőségeken. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!